ez tényleg nagyon nehéz volt. Nyilván átélni ott versenyzőként ezeket a pillanatokat ott 4-4-nél, de úgy összességében, hogyha a pillanatokat nézzük, és úgy visszagondoltok, a hátatok mögé néztek, hogy mi is történt veletek itt ezekben a hetekben, hónapokban, akkor összességében mi az, ami beugrik, Bogi? Fú, most ahogy ezeket a szavakat mondtad, mint egy gyors kis film pörgött le az összes nap, hét győzelem, veszteség, bukás, siker, élmény, kapcsolatok, viccek, telehel. A sor végén. Köszi. Szóval tényleg annyi csúcsot és mélypontot itt megéltem ez alatt a pár hónap alatt, mint szerintem nem tudom hány év alatt sikerült. Akár egy napon belül is. Nagyon sokszor éreztem azt, hogy kiesek ebből a játékból. Szerintem már úgy a másik, harmadik héten. Aztán nagyon sokszor hittem azt, hogy helyem van itt, de ugyanakkor nagyon sokszor hittem azt, hogy nincs helyem, és kis hitű voltam magammal szemben. Szóval annyira egy ilyen hullámvasút volt az egész, és egy önismereti út, hogy én nem tudom azt elképzelni, hogy ebből, vagy hogy én nem nyertem most, mert csak azt érzem, hogy ebből csak profitálni fogok, és az élet minden területén hasznosítani ezeket a dolgokat, és igazából alig várom ezt a pillanatot. És ezt kívánom az ott álló négy embernek is, hogy ezt érezzék, tényleg, ahogy Dani mondta, mert én is azt érzem, amit most ő mondott, és az is borzasztóan meghatott, hogy adjatok bele mindent, és küzdjetek a végsőkig, és élvezzétek ezt a játékot, mert mind a négyen képesek vagytok arra, hogy megnyerjétek. Hát azt hiszem, így kell hozzáállni egy ilyen versenyhez. Köszönjük szépen Boginak, azt hiszem, egy nagy tapsot megérdemel a versenyzésért, az egész All-Star évadban nyújtott teljesítményért. És hát persze, jön a búcsúzkodás, mert hogy neked itt most véget ért az All-Star évad. Természetesen megkapod az esélyt erre, Bogi. Szia, Bogi! Köszönöm szépen! Örülök, hogy ott a kisfilmben én is helyet kaptam. Igen. Adu Laci és Besenyei Bogi, tehát ők érkeznek a kihívók csapatához. Nagyon sok érzelem kavarog még bennem, és nem is tudom, hogy hová tegyem ezt az egészet, ami most történt az elmúlt időszakban, mert tényleg egy hatalmas tapasztalás és élmény volt ez az egész. Dani? Nagyon sok mindent tanultam a játék alatt, a csapattársaimtól, a környezetemtől és mindenkitől, aki itt volt ebben a játékban, és szerintem ez fantasztikus érzés. Gabi, köszönöm ezt a mai napot. Én is. Úgy érzem, hogy innen már nem tudtam úgy távozni, hogy ne nyertem volna, mert ezeket a dolgokat, amiket most itt megtanultam, úgy érzem, hogy az egész életem során majd tudom kamatoztatni. És most úgy érzem, hogy nincs lehetetlen előttem, mert az itteni kitartás és akaraterő csak még jobban felerősödött bennem is. Köszönjük szépen Boginak, egyébként hozzáteszem, hogy majd a döntőre természetesen visszatérhet, és szurkolhat a többieknek, természetesen. Köszönjük szépen, Bogi, gratulálunk a teljesítményedhez. És hát azt hiszem, hogy bebizonyított a Bogi is, hogy igenis helye volt itt, és nagyon nagy csatákban vett részt, akárhogyha csak a mai napból indulunk ki.